Köszöntöm a Kultúrszoba nézőit, Deli Kinga vagyok. A kormány 1997-ben november 3-át a Magyar Tudomány napjává nyilvánította, annak emlékére, hogy 1825-ben ezen a napon gróf Széchenyi István felajánlotta birtokainak egy éves jövedelmét a Magyar Tudós Társaság megalapítására. A Tudomány napja alkalmával a Szekszárdi Vosinszky-Mór megyei múzeumban is évek óta tudományos napot szerveznek, melynek keretében a legfrissebb kutatási eredmények kerülnek napvilágra. Én viszont összes birtokaim egyévi teljes jövedelmét a magyar nemzeti nyelvnek gyarapítására ajánlom fel. Alapítassék belőle egy magyar tudós társaság, hogy ne csak keveseké legyen a tudás kiváltsága. Ez volt az a történelmi pillanat, mely Széchenyi István bejelentését követően a Magyar Tudományos Társaság és ezen keresztül a Magyar Tudományos Akadémia létrejöttét eredményezte. Erre a napra emlékezünk a Magyar Tudomány napján. A Vosinszky-Mór megyei múzeum is az évfordulóra időzíti az alkalmat, amikor a kutatók beszámolnak az elmúlt évben végzett munkákról. A Vosinszky-Mór megyei múzeum most már 8 esztendeje legalább a magyar tudomány ünnepéhez igyekszik olyan módon kapcsolódni, hogy egy tudományos ülésszakot, egy délelőttöt áldoz az érdeklődők számára, hogy bemutassuk az adott év tudományos eredményeit. A múzeumunk, mint tudományos intézmény egyebek mellett a múzeológusai révén Tolna megye földjének, illetve magának a megyének a történetével foglalkozik, nem csak a tárgyi hagyatékával, hanem a szellemi hagyatékával is, és fontosnak tartjuk azt, hogy így az év végéhez közeledve az adott évi munkákról a múzeológusaink beszámoljanak a nagy közönség számára. Az előadásokból kiadvány készül a Népszerű Múzeumi Évkönyv. A 70-es évek óta gyűjti egy kötetbe az adott esztendő kutatási eredményeit. Az egy nagy hagyományokkal rendelkező periódika. Nagyon büszkék vagyunk arra, hogy minden évben meg tudjuk jeleníteni, és fontosnak is tartjuk azt, hogy írásban is ezek a tanulmányok megjelenjenek. Tehát az online világban egy kicsit talán avitnak is tűnhet, de mégis mi valahogy hiszünk a könyveknek a hogy mondjam, besületébe, illetve hát azért a könyv azért már az elmúlt 500 esztendőben bizonyított, tehát ami ott megvan, és főleg tudományos szinten azért ez egy nagyon fontos produktum. Természetesen nem zárja ki azt, hogy online térben is ne legyenek elérhetők ezek a kutatási témák, amelyek megjelennek. Nem csak a múzeumunknak a múzeológusai írnak ebbe az évkönyvbe, hanem külsősök is, akik Tolna megye történetével foglalkoznak, akár nyugdíjas kollégákról lévén szó, vagy akár országos intézményeknek a dolgozóiról. A fontos az, hogy a megyének a történetét ismerjük meg általa. A sorozat több olyan témát is tartalmaz, mely átfogóan elemez egy korszak vagy egy kutatás eredményei. Hiszen visszalapozva a korábbi évkönyvekben megtalálhatók ezek kezdeti lépései. Utalnék például múzeumigazgató elődöm dr. Gál Attilának a minden évben tártípusonként feldolgozott Szekszárd palánki ásatására, amely most már azt gondolom, hogy nagyjából végigjárta az abban rejlő lehetőségeket, és reméljük, hogy előbb-utóbb ezt majd egy önálló kötetbe is meg fogjuk tudni előbb-utóbb jeleníteni. Az idei esztendő feltárásaiból és eredményeiből több is méltán kiemelkedik, mondja Ódor János Gábor. Kiemelném a szeptember végén megtartott Rácz konferenciánkhoz lényegében kapcsolódóan a dr. Kánémet Andrásnak azt a falusi pénzhamisító műhelyeket, ami török korban léteztek, az összegyűjtését, illetve bemutatását. Hát ezek a kis anyaggyűjtések, amelyek összeállnak egyre egy nagyobb és szélesebb látókört tesznek lehetővé, hogy az adott korszaknak a belső területeinek, tehát a török hódoltságnak a belső területeinek a belső életébe tudjunk betekintést nyerni. De mondhatnám a dr. Szabó Gézának a kutatását, és aki regői halomsírnak a különböző eredetét, az ottani leletanyagnak a különböző eredetét próbálja felderíteni. Újdonság az, hogy dr. Vizi Márta például a múzeum palotának a kutatás történetével foglalkozott az elmúlt esztendőben. 1901 és 2 között épült fel ez a neoreneszánsz múzeumpalota. A múzeum alapító igazgatója Vosinszky-Mór támogatásával, illetve hát a Tolna megye, illetve a magyar kormány támogatásával Sikedenc Albert és Herzog Fülöp
országszerte ismert építészeknek a tervei alapján gazdagodott a városunk ezzel a kiváló épülettel. A tudományos nap és ezen keresztül a múzeumi évkönyv legfőbb célja Tolna megye történetének megismertetése. A Kölesden megnyílt új látásművésztelep kiállítása egy 3 éves korszak végére tett pontot. Az alkotótáborok válogatott darabjait láthatja a nagyérdemű, amennyiben betér a Tolna megyei önkormányzat támogatásából létrejött helyi identitást erősítő képzőművészeti vonalú tárlatra a helyi művelődési ház emeleti kiállító termébe. Az új látás elnevezésű tárlat megnyitóján Orbán Attila, a Tolna megyei közgyűlés alelnöke köszöntötte a megjelenteket, és hangsúlyozta, hogy a megyei identitáshoz hozzá tartozik a múlt és a jelen ismerete egyaránt, amit a művészek kitűnően át tudnak adni alkotásaikon keresztül. Az ót és az újat, a régit, a jelent és a jövőt meg tudják jeleníteni számunkra. A szakmai vezetőnek, Losoncinek, dr. Baranyai Eszternek szívügye volt mindig is a program, hiszen édesapja, Baranyai László népművelő munkáját vitte tovább a művésztelep. A Tolna megyei önkormányzatnak ez az úgynevezett 531-es kódszámú projektje, ez csak a száma volt, a lényegesebb inkább a tartalma, hogy a helyi identitás erősítését hivatott célozni, és ezzel együtt a települési identitást, és azzal együtt nyilván a megyei identitást hivatott erősíteni a projekt. 3 éven keresztül valósítottuk meg, mintegy 100 programot sikerült létrehoznunk 8 település bevonásával ebben a projektben. A települések itt Sió mentén kerültek kiválasztásra, nyilván a Sió projektünkhöz is kapcsolatban, illetve itt olyan aktív kulturális élet folyt, és olyan aktív közösségi élet, hogy úgy gondoltuk, hogy ezek azok a települések, amelyek a legjobban tudunk együtt dolgozni. Édesapám Baranyai László hívta életre annak idején a látásmozgalmat, és ennek a projektnek a képzőművészeti lábával éppen ezt a látásmozgalmat próbáltuk újraéleszteni új látás néven, úgyhogy 3 éven keresztül nagyon fontos volt számunkra, személyesen számomra is, hogy ezt meg tudjuk valósítani. A Szabó Dezső ösztöndíjasok és Tolna megyéhez kötődő művészek részvételével 2019 nyarán Kölesden rendezték meg első ízben a 7 napos alkotótábort, mondta el a szakmai vezető. Ezzel az volt a célunk, hogy a megyében található pozitív kulturális kezdeményezéseket egy irányba tereljük, vagy hogy rokonítsuk, vagy hogy összefussanak azok a szálak, amelyek egy ilyen pozitív gondolat mentén állnak a kultúrához. 14 alkotótól látható 23 alkotás. A 3 évnek az a termése, ami egy gyűjteményt képez. Minden művésztelep végén van egy bejárás, ahol az alkotókkal, mint egy kipakolási jelleggel megbeszéljük, hogy ki mit alkotott, és a végén azt, hogy milyen művet ajánl föl gyakorlatilag itt a újlátás gyűjtemény számára, és itt a gyűjtemény anyaga látható, ami végül is célunk is volt, hogy itt egy kontinuitást képezzünk a látás mozgalom, ami itt volt régen Kölesden, és a kölesdi képtár fundamentumát használva tovább vigyük új látás művésztelepre ezt az egészet és a gyűjteményt igazdagítsuk. A megnyitón közre működött Dombi Luca, valamint Szabó Dávid és tanítványai. Az emeleti kiállító térben látható alkotások elrendezésénél a gondolati szálak, a formavilág és a termek adottságai voltak a befolyásoló tényezők. A program kitűző célja volt, hogy közösségeket építsen, illetve hogy a képző művészetet látni tanítsa az érdeklődőknek, amit ezzel a projekttel el is értek.
A halottak napja és minden szentek ünnepére a szekszárdi Madrigál kórus templomi koncertet szervezett, melyre az alkalomhoz illő darabot választott Jobbágy Valér karnagy. Ezúttal Albertsberger requiemjének dallamait élvezhette a közönség. Akkor a középkor óta a halottakra november elején emlékezünk. Nem volt ez mindig így, ezt megelőzően a húsvéti ünnepkörhöz kötődött. A szekszárdi Madrigál kórus ezúttal a református templomban hívott mindenkit egy emlékező estre. A Requiem az onnan kapta a címét, hogy úgy kezdődik az introitus, hogy Requiem aeternam dona eis domine, örök nyugodalmat adj nekik, Uram. És innen van a Requiem. Hát, hogy most miért pont ezt? Ennek furcsa története van. Egy valamikori növendékem, aki most a Pörszel kórus tagja, évek óta foglalkozik, nem csak ő, mások is a környezetében, olyan műveknek az átírásával, ami a Széchenyi könyvtárnak a kézirattárában található, nevezetesen az Eszterházi gyűjtemény. Most Albrechtsberger műveinek egy elég jelentős hányada, közel fele található meg a Széchenyi könyvtárban, és csak a Széchenyi könyvtárban. Ebből választotta a neki és a kórusnak felkiált Requiem bemutatását erre az alkalomra Jobbágy Valér. Az az érdekessége, hogy azon ritka Requiemek közé tartozik, amiben nincsenek szólószerepek, nincsenek szólisták, hála Istennek, így mi könnyen ki tudjuk állítani. Eredetileg az volt az elképzelésünk, hogy hangszerekkel adjuk elő, de hát sajnos nem jöttek össze, nem sikerült összeszerveznem a vonósokat. Így most Lozsányi Tamás vállalkozott arra, hogy zongorán szólaltatja meg a partitúrát. Nekünk ez egyrészt ez a stílus, ez a kora klasszika, ez nagyon kézenfekvő, elég sokat énekeltünk ilyet, és hát ez a reneszánsz az aránylag közel áll, barokkon keresztül, átívelően a barokkon. Johann Georg Albrechtsberger abban az időben élt, amikor a szekszárdi református templom épült. Albrechtsbergerről egy nagyon érdekes történet van. Állítólag a Beethoven, amikor Bonnból Bécsbe költözött, akkor azért ment, hogy a Haydntól tanuljon. Haydn 4 évvel volt idősebb Albrechtsbergernél, és nem igazán fordított figyelmet a Beethovennek a munkáira, és Beethoven ezt szokon vette, és valami elég dehonestáló véleményt alkotott róla, és akkor a Haydn azt mondta, hogy hát forduljon az Albrechtsbergerhez, ő ajánlotta. Nyilván Haydn pontosan tudta, hogy kiről van szó. Na, ilyen módon Albrechtsberger többek között Mozartnak, Beethovennek volt a tanára, ja, és Beethoven a későbbiek során valamikor egy levélben igen-igen elismerően nyilatkozik Albrechtsberger tanári működéséről.
A Paksi Csengei Dénes Kulturális Központhoz tartozó Dunakömlődi faluházban várták tök jó napra a gyerekeket és szüleiket október utolsó napjaiban. A Halloweenhez kapcsolódó tréfás vetélkedén ügyességi és szellemi játékban vehettek részt az érdeklődők. Volt Frankenstein bowling, denevérreptetés, pókhálós darts és még számos érdekesség. Böcz Ámos Bulcsunak az utolsó emeletet is sikerült feltennie a torony építés alkalmával, bár végül ledőlt, de neki lett a legmagasabb. Ilyen és ehhez hasonló játékos feladatok megoldásával gyűjtötték a pontokat a fiatalok, akiknek Faragóné kertész Alíz ötletgazda mutatta meg a 8 állomásból álló játék lényegét. A családok és főleg a gyerekek, akik szép számmal gyűltek össze, nagy izgalommal vágtak bele a halloweeni játékba. Nálunk a töklámpások ünnepe van, amint látod, kaptunk faragott tököket is. Évre-évre kevesebbeket kaptunk, ezért rá kellett állnunk a családi játékra. Ez egy nagy családi tökjáték, amit látod, anyukák jobban izgulnak, mint a gyerekek. Van 8 feladat, háta mögött aztán rengeteg csokoládé van, úgyhogy mindenki kap halloweenes csokoládét. Úgyhogy ez egy közösségi játék, összehozza a szülőket, a gyerekeket, úgyhogy játszunk egyet. Nem a halloween azon mi játszunk, de azért a halloween megvan nyomokban, hiszen láttátok a memória kártya, boszorkányos, meg ilyen szörnyecskés. A játékokban is van halloween, de igazán ez egy közösségi játék. 8 feladat van. Az első memória játék, itt már rajta vannak a halloweennek a jellegzetességei. Boszorkány, az üst, a kéz, a csontváz, ilyesmi. A következő denevérszállítás, szívószállal. A harmadik tök mag válogatás adott számok szerint. Aztán itt látjátok, van bowling, ami WC-papír, gurika és szörnyek vannak rajta rajzolva. Szellemdobálás kosárba, ami gesztenyéből készül. És van kézműves foglalkozásunk is. Aztán van egy felnőtteknek egy totó, és hát a végén egy játék lesz majd, egy körjáték. A dekorációt, ha látjátok azokat a hosszú tök kígyókat, meg a falon levő koszorút, azt a kertbarátoktól kaptuk a mai napra. Kisgyermekemmel érkeztem ide, gondoltuk, ez egy jó kikapcsolódás lesz neki, és igazából élvezi is, úgyhogy nem bántuk meg, hogy átjöttünk. Sajnos Pakson nem, idén nem volt ilyen program, pedig várták, mert minden évben kiszoktunk menni a Városházára, de azt hiszem ez elég jó kárpótol minket érte. Hát ilyen ügyességi kis vetélkedő van, zajlik most is még mindig itt a művelődési házban, vagy faluházban, és hát volt memóriajáték, tornyot építeni, hát igazából minden a Halloween téma körül épül fel, kis szellemeket felépíteni toronyba, vagy kísértett memóriajáték, esetleg kis Frankenstein WC papírgurigákat ledobni. Ami a legjobban tetszett neki az összes közül, az a ledobós játék volt, ott elsőre ledobtam mind a 7 darab bábút, vagy hát ilyen gurigát, úgyhogy az hatalmas siker volt neki, de végül is mindenben jó volt, ügyes volt szerintem. Az enyémek nagyon szeretik, tehát mind a kettő is, és a nővére is nagyon szereti. Őket nem riasztják meg ezek a szellemes dolgok szerencsére. Én próbálom nekik ezt úgy tanítani, vagy úgy nevelni őket, hogy ez igazából egy jó móka, egy kedvesség. A játékok nagyon izgalmasak voltak. Damian lelkesen mesélte, hogy a pók dárcot várja a legjobban. Megcsináltam a kártyást, a szippantúst, a toronyépítőset, ledobtam a WC-papír gurigákat ott, és hamar is megcsináltam azt a lépegetőset. A legjobb a cögdobos volt, mert egyszer ledobtam az összeset egy lövéssel. Hát meg szeretnénk csinálni az összes feladatot. Van egy ilyen halloweeni zseblámpám, és otthon van ilyen kifaragott ő, olyan, amit vettünk, is ilyen agyaktök. 2, egy kint, egy bent. Mert van otthon ilyen halloweeni lufi, ami LED világít, és ilyen tökös. Dallos Petra és barátnője Melcsi nagyon készültek. Az alkalomhoz illő jelmezbe jöttek, melyet Alíz néni csokival jutalmazott. Nagyon jó programok vannak itt. Mondjuk volt, ahol le kellett dobni a WC-papírokat egy tökkel, meg szellemeket kellett bedobni a kosárba,
meg volt ilyen poharakat kellett egymás tetejére rakni, és amikor ledőlt, akkor az annyi pont, amennyit eddig fel tudtál rakni. És még volt pókos játék, olyan, mint az íjász, hát nem az, olyasmi, mint az íjászat, van egy pókháló, és vannak pókok, és vannak ilyen sávok, és hogyha mondjuk bedobod a közepébe, azért tizenvalahány pontot. És így kívülről befelé nőttek a számok. Sokat tudtam összegyűjteni, és amelyik a legjobban ment, az itt a pókos, szerintem. Meg ami még ment, az a dobásos, ahol le kellett dobni a WC papírt, mert ott egyből ledobtam, és 10 pontot értem el egyből. Én a tévében is szoktam látni ilyen Halloween-es meséket mostanában, mert ugye most közeledik a Halloween, és akkor nem tudom, hogy az iskolában meg lesz-e tartva, szerintem csak a felsőben lesz megtartva a Halloween. Több tucatnyian teljesítették a 8 állomásból álló halloweeni játéksorozatot, többen kézzel faragott töklámpást is hoztak, mely megadta az alkalom alaphangulatát. A Mártonnapi Vigasságok címet viselő háromnapos rendezvénnyel veszi kezdetét egy programokban gazdag időszak a Babits Kulturális Központ szervezésében, hangzott el azon a sajtótájékoztatón, amelyen a részletekről adott tájékoztatást az intézményvezető. Az adventi időszak minden hétvégéjére kiemelkedő fellépők és produkciók kínálnak szórakozási lehetőséget. Elég csak Presser Gábort, a Cartoon Club Singers-t, vagy a legújabb magyar szuperprodukciót, a Vadakura című musicalt említeni. Mint sok mindent, a mártonnapi vigadalom megszervezésének lehetőségét is megfertőzte a koronavírus járvány, így ez is elmaradt a tavalyi esztendőben. Ám a Babits Kulturális Központ munkatársai nem adták föl, és visszahozták a városi rendezvényprogramba a köznyelv szerint csak libanapoknak hívott programsorozatot. Egyrészt az újbor ünnepe, másrészt pedig egy olyan gasztronómiai és zenei fesztivál, amely méltóképpen illeszkedik a város rendezvénynaptárába. A korábbi partnereink, amelyeket említettem, ugye elsősorban a borászok értelemszerűen, a szekszárdi vendéglátó kerekasztal, és számos olyan intézmény, a Wunderland óvoda, a DNS Valéria általános iskola, ahol a német hagyományőrzésnek egy jeles dátuma szintén ez a Mártonnap, úgyhogy itt gyerekek előadásában is láthatunk majd érdekes műsorokat. Természetesen a liba ételeknek egy jeles ünnepe ez, és úgy gondolom, hogy megint lehetőséget ad azoknak a családoknak és azoknak a baráti társaságoknak az őszi fesztivál után a város szívében megint egy baráti összejövetelre, akik korábbi években sajnos ezt a programot nem tudták élvezni. 6 borászat és 2 vendéglátó kínálja majd a portékát a 600 négyzetméteres fűtött sátorban a 3 nap folyamán, ahová az éppen akkor érvényben lévő járványügyi szabályoknak megfelelően lehet majd belépni. A délelőtt és a kora délután elsősorban a gyermekeké és a családoké, majd délután és este pedig több olyan vegyes stílusú jazz, swing és báli zenét játszó zenekar fog fellépni, amely minden korosztálynak szerintem megfelelő programot tud kínálni. A mártonnapi vigadalommal kezdetét veszi egy programokban gazdag időszak, mondta Berlinger Attila igazgató. A hamarosan beköszöntő advent minden hétvégéjére jut majd egy hosszú ideig emlékezetes produkció. November 28-án advent első vasárnapján a Kicsi Gesztenye Klubnak lesz egy kiváló előadása Liza Bucsúja címmel. A második hétvégén, a második vasárnap december 5-én a Cotton Club Singersnek lesz egy jubileumi 25 éves koncertje. Harmadik vasárnap december 12-én Csíkzenekar, Presser Gábor és Karácsony Jánosnak a Dala Miénk című lemezbemutató koncertje, majd az utolsó vasárnap, utolsó adventi vasárnap december 19-én pedig egy kiváló Vadakura címét viselő musicalnek az ős bemutatója, a Dél-Dunántúli ős bemutatója zajlik, amely egy fantasztikus LED technikával előadott, egy csodálatos családoknak szóló musical lesz. Ez egy dupla előadás lesz, tehát mindenkit bátorítok arra, hogy a Szekszárd Agórának a honlapját, a www.szekszárdagora.hu oldalt látogassa, és a jegyek már most is rendelhetők. Köszönöm a figyelmüket, viszontlátásra!